A következő percekben a nyári napfordulóval foglalkozunk, amely kapcsán már 20. alkalommal gyűltek össze a Honfokos Szövetség tagjai, hogy közösen ünnepeljék az eseményt. A cserépfalvi ördög torony alatt változatos előadásokat és fegyverbemutatót tartottak, majd a program tűzszertartással zárult. Mutatjuk erről készült összeállításunkat. Akár egy ilyen másfél centiméter vastag lapocka csontot is át lehetett lőni azokkal a nyilvesszőkkel, amelyeket a honfoglaló magyarok használtak évszázadokkal ezelőtt. Az íjon kívül számos régi fegyverrel, illetve ezek használatával ismerkedhettek meg azok, akik kilátogattak a Honfokos Szövetség napforduló ünnepére. Megijáztunk, ennyit csináltunk végül is. Amúgy az ijászat az tökre jól ment. Mondjuk Bozsi még nem próbáltak ide, szerintem neki is jól fog menni. A kezdetektől fogva részt vesz az eseményen Sinkovics Vitai András színművész, aki mindennapjaiban is megéli azt, amit ebben a közösségben tapasztalt. Annak idején itt voltam, és Tokmak Karaultártusra jöttünk, hát én vele régi jó barátságban voltam, aztán voltam külön nála, különböző szereken, és aztán most meg már én is így élek, csak én a Pilisbe. És hogy a változatosság kedvéért, én ugye, ő Koppány Béli tártos volt, én viszont abban a várban élek, ahová Koppányék visszamenekültek 998-ban a maradékok. Úgyhogy én így élem meg, amikor rám telepszik a világ, vagy rám szeretne telepedni a világ, és szeretné nekem megmondani, hogy én hogy éljek. Nekem nem mondja meg, mert én pontosan tudom, ugye ki kell jönni ide a zöldbe, meg az erdőbe. Somogyi ember mondta, paraszt ember, hogy az a baj az embernek, hogy állandóan le akarja győzni a természetet, pedig jó esetben örüljön, ha együtt tud élni vele. Na most én is ezt ajánlom mindenkinek, hogy éljen együtt a természettel. Mert akkor biztos, hogy nem rossz irányba kóvályog. Külsőségekben, mikor az ünnepség van, akkor sokan látjátok, fölöltöznek a régi hagyományos öltözékekbe. Ezek az öltözékek mind olyanok, amiket régészek föltártak, és ezeknek a hűmásai. Tehát nem egy kitalált, például Senyőnek is a ruházat az meg van tervezve, és a régi föltárt sírokban talált ruhamaradványoknak a megjelenítése. Idén 20. alkalommal gyűltek össze a napfordulós szertartás résztvevői, akik szerint a napjárása azért a legnagyobb ünnep, mert azt Isten teremtette, és fontos erről megemlékezni. Napjainkban viszont pusztítjuk a minket körülvevő világot, aki azonban hisz a teremtőben, megállt parancsol ennek. Mi úgy tartjuk, hogy a keresztény embereknek is a legnagyobb ünnepének kéne lenni ennek a napnak a járásának, hiszen ez a teremtő Istennek az ünnepe, és ugye Jézus Krisztus a Teremtő Istennek a fia. És a mai világban azért fontos nagyon a Teremtő Istenre gondolni, mert pusztítjuk a természetet, pusztítjuk az állatokat, pusztítjuk a rovarokat, a növényzetet, mindent, és ha az ember hisz a Teremtő Istenbe, akkor megállt parancsol ennek. A természet védelme mellett a hagyomány ápolására is nagy figyelmet fordítanak. Közel hozni a hagyományokhoz az embereket, és este pedig 8:30-kor van egy tűzszertartás, amibe a tűz által megidézzük a felső világot, az isteneket, az ősöket, és együtt ünnepelünk itt, ezen a szent időben, szent helyen, szent napon. A Honfokos Szövetség 2005-ben alakult, és 2003 óta van együtt a csapat. Fő feladatuk a régi hagyományok őrzése, megismertetése és továbbadása az utókor számára. A fő feladatunk az, hogy képezzük az embereket a hagyomány ismeretére, a hagyomány őrzésére és a hagyomány továbbvitelére.
vannak fiatalok is köztünk, azt szeretnénk, ha ez tovább menne. Tovább menne, mert a múlt nélkül nincs jövő. Mi úgy gondoljuk. Dr. Pócs Alfréd Senyő az elmúlt két évtized munkájára visszatekintve felidézte például, hogy konferenciákat tartottak a Szent Koronáról, melynek nevében olajkutat és vizet is foglaltak már. Emellett a közelmúltban adták be a szükséges kérvényeket ahhoz, hogy honos népcsoportként ismerjék el a szkítákat, és ezt a kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság is egyhangulag támogatta.